A sportág teremben űzött változatának bajnokságai hamarosan elkezdődnek, a csapatok már felkészülési meccseket játszanak, a szabadtéri szezon viszont lassan a végéhez közeledik. Az Adidas Streetball sorozat május közepén Kőbányán rajtolt, azóta még 8 város adott otthont a rendezvénynek. Vasárnap az országos döntő utolsó előtti állomásaként a Nyíregyházi Kossuth téren és környékén rendezik meg a kosaras fesztivált. A 6 utánpótlás korosztály mellett a 23, illetve 35 év feletti, valamint vegyes kategóriában mérhetik össze tudásukat a csapatok. Péntek este 6 óráig lehet jelentkezni a streetballra. A streetball vasárnap lesz. 9 órától fognak kezdődni a mérkőzések. Lehet jelentkezni utánpótlás, felnőtt és vegyes kategóriában. Szeretnénk, hogyha minél többen jelentkeznének, és reméljük, hogy minél színvonalasabb lesz az a streetball. A programokról ugye lesznek a népszerű dobóversenyek, lesz a népszerű zsákolóverseny, illetve a brúság csapata is fog játszani, illetve egy bemutató mérkőzés fog játszani a centerpályán, illetve hát reméljük, hogy jó idő lesz, és jó hangulat fog tárni az a streetball. A rendezvényre a határon túlról is várnak csapatokat a szervezők. A Streetball Fesztivál az induló együttesek számától függően valamikor a délutáni órákban ér véget. A győztes csapatok bejuttak az országos döntőbe, amelyet szeptember 14-én Budapesten a Magyar Kosárlabdázás napján rendeznek meg a Városligetben.